Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Hétköznapi Honvédelem, Magyarország első és egyetlen honvédelmi elemző és vélemény műsora. Mai műsorban vendégem Szejfó Omár közel-kelet kutató, köszöntelek, szervusz, és Póca István, a Századvég vezető kutatója. Szervusztok! Beszélgettünk már korábbi adásokban iszlámról, terrorizmusról, migrációról és a kultúrák összecsapásáról, harcáról, egy kicsit most ezt fogjuk folytatni. Én arra kérnélek, Omár, hogy az iszlámot tényleg valahogy közérthetően, hogy nekem, meg a kedves nézőknek, akiknek ez nem annyira, a hétköznapjainak a része az, hogy mint vallás, hogyan tudnád meghatározni? Hogyha egy nagyon egyszerű hasonlattal kellene élnem, akkor azt mondanám, hogy az iszlám nem a pohár, tehát nem a keret, ami be magába foglalja vagy beszorítja az embereket, hanem a folyadék, ami benne van a pohárban. Ami olyan formát vesz fel, amilyenre aktuálisan adott kulturális közegben lehetőség van, vagy amire az emberek privát életében, csoportos életében szükség van. Tehát gyakorlatilag egy törvényvallásról van szó, mint a judaizmusról, ahol a vallástudók tudni kell, hogy a jogforrásoknak az értelmezése az nem a személy, az embereknek a dolga, hanem a vallástudóké, pont úgy, mint a judaizmusban, vagy pont nálunk, mint a jogértelmezés. Nem egy hétköznapi embernek a dolga, hanem a jogászoké. Pont úgy az iszlámvilágban a vallástudóknak többek közt az a feladata, hogy a jogforrásokat felhasználva a hús-vér kérdésekre választ adjanak, figyelembe véve a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális... Ki számít vallástudónak az iszlámban? Tehát amikor azt mondod, hogy vallástudó? Ez egy képzettség. Egy képzettséget jelent, ami különböző vallási iskolák vannak, általában a maguk történelmi hagyományával, általában beágyazva politikai társadalmi struktúrákba, és ott ezek lokálisan működnek. Nyilván van egy transnacionális vetülete is a dolognak, de sokkal inkább a lokalitás. De mondjuk a pap, erős. Az imám, ő az, aki a vallástudó? Mondhatjuk így, többféle funkció van, tehát van, aki mufti, tehát aki fatvákat, vallási rendelkezéseket hozhat, vagy akár az imám, aki a közösséget vezeti, különböző funkciók vannak ebben. És ha jól értem, bár beszélünk majd még erről, hogy ő értelmezheti sokféleképpen ezt a dolgot? Értelmezheti sokféleképpen, általában úgy szokta értelmezni, hogy ezzel a saját helyi társadalmi autoritását megőrizze, tehát politizális. Tehát megnézi a közösség igényeit, megnézi a közösség realitásait, a politikai realitásokat, és ehhez alakítja utána a jogforrásokból az értelmezést vagy a rendeletet. Akkor az iszlám egy vallás? Hagyományos értelemben nevezhetjük vallásnak, de egyben kultúrának is. Tehát akkor így vallás, ha azt mondom vallás, igazat is mondok, meg, de kultúra is egyben, tehát hogy vannak, akik azt mondják, hogy egyfajta politikai ideológia? Az ideológia részével azért nem értenék egyet, mert ez egy európai konstrukció, tehát olyan értelemben működhet, hogy ami Európában vagy nyugati világban az ideológia, az a keleti társadalmakban a vallás, legyen szó hindukról, muszlimokról vagy keresztényekről. Tehát ilyen szempontból igen. Ha mi azt mondjuk, én most akkor magamról beszélek, hogy aki nem mélyült el mélyen az iszlámban, de nyilván olvasok, tapasztalok, akkor ha azt mondom, hogy iszlám vagy muszlim hit, akkor azt nem lehet általánosítani mondjuk az egész világra? Ez gyakorlatilag nem. Tehát ha egy szóval akarnék felhasználni, azt mondanám, hogy nem, mint ahogy a kereszténységet, mint olyat sem lehet általánosítani, hiszen egy dán protestáns teljesen más attitűddel rendelkezik, van mint egy fülöpszigeteki katolikus. Pont. Van egy levert szölöp, nevezzük így mondjuk, legyen az Jézus, legyen az a Biblia, legyen az Mohamed, legyen az a Korán. Igen, és máshogy is értelmezik, mint ahogy például egyes indiai keresztények úgy értelmezik, hogy Jézus azért halt meg, hogy a rossz karma alól szabadítsa fel az embert, nem a bűneitől, hanem a rossz karma alól, mert kulturálisan úgy értelmezik, ugyanez az iszlámban is megvan. Tehát teljesen vannak alapok, de nem az a lényeg, hogy tehát Mohamednek nem a történészi megközelítése él, hanem az a megközelítése, egy olyan értelmezése, amilyen képet a közösség vagy adott csoport ad neki. Tehát nyilván az iszlám állam úgy fog rátekinteni, mint egy hadúr. Ha valakiben pedofil hajlamok vannak, azt fogja előszedni, hogy esetleg neki is fiatal felesége volt, ami egyébként vitatott a vallástudók részéről, de ha valaki egy békésebb ember, akkor azt fogja mondani, hogy Mohamed volt a világ legbékésebb és legangyalibb embere. István, te túl azon, hogy a hazai dolgokat is nyilván figyeled, de azért Európából, Ausztria, Németország történésekkel foglalkozol. Ott egy átlagember hogyan vélekedik, vagy mit gondol az iszlámról? Közönkutatások vannak, illetve ugye érzékelések vannak ezzel kapcsolatban, és ugye amit egy átlag polgár tapasztal,
akár Németországban, akár Ausztriában, egy-egy, főleg egy nagyvárosokban ugye jellemzően tömörülnek a bevándorlók. Ugye azt tapasztalja, hogy egy tőle teljesen idegen kultúra és vallás és gondolkodásmód érkezik meg, ami felsőbbrendűnek tartja magát, mint ami Európában van, mint ami a kereszténység, és igazából minden mást el akar tiporni és taposni maga körül, ami a megszokott kultúrának a mondhatjuk, hogy részemben az emberek nem feltétlenül hisznek, mert mondjuk ha kint van a kereszt, akár egy iskolában, akár pedig egy utcasarkon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek gyakorolják is a vallásukat. Ugye szó volt itt már arról, hogy azért ez is egy szimbólum, tehát más jelent mondjuk egy katolikus hívőnek, meg más jelent mondjuk egy református hívőnek, de az mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a kereszt az végeredményben a kereszténységnek a szimbóluma, és hogyha azt tapasztalják, hogy azok a követelések jelennek meg egy jól körülhatárolható, vallással körülhatárolható kisebbségi csoportnak a részéről, hogy ezeket a jelképeket tüntessék el, mert őket zavarja, akkor mondhatjuk azt, hogy teljes joggal háborodnak fel, és mondják azt, hogy akik ide érkeznek, azoknak kell idomulni az itteni kultúrához. Főleg úgy teszem hozzá, hogy mind Németországban, mind Ausztriában is, és több más nyugat-európai országban is nagyon nagy erővel törekszenek arra az országok, hogy megfelelő keretek között lehetőséget adjanak arra, hogy a vallásokat gyakorolják a muszlim hátterű emberek, tehát mecseteket építenek, stb. Nem arról van szó, hogy az iszlám vallás, az iszlám hívőknek a vallás gyakorlását akadályozzák vagy tiltják, hanem pont teret akarnak nekik adni, csak ugye ez a fajta gondolkodásmód, és itt jön be az ideológiai típus, és akkor használjuk európai szempontból ideológiai típusú gondolkodásmód, hogy egy ellenséges ideológia ként érzékelik a kereszténységet, és a kereszténységnek a szimbólumát, a keresztet, és ugye ezzel szemben indítanak egy támadást, és ugye ezzel automatikusan érdekes módon egyébként kiváltanak egy olyan választ, ami nem feltétlenül vallási válasz. Ezt egyébként látjuk mondjuk például Bajorországban, Németország több pontján, Ausztriában is látjuk ezeket a válaszokat, hogy az emberek nem lesznek automatikusan keresztényibbek és vallásosabbak, és nem fognak feltétlenül templomba járni, de azt mondják, hogy számukra az a kultúra, az a kultúrkör, amiben ők eddig megszokottan éltek, és mondjuk a felmenőik éltek, és megszokott számukra az, hogy kint van a kereszt, a számukra egyre inkább fontosabbá válik, és egyre inkább kezdik el hangsúlyozni azt, hogy már pedig ez egy keresztény társadalom, és mindenki ehhez a társadalomhoz kell, hogy... Egyfajta védelegezési mechanizmus is. Így van, és elkezdik jobban hangsúlyozni ezeket a jelképeket, igen. És mondhatjuk azt egyébként, hogy ebből a szempontból Európa valamilyen szinten visszatalál valamennyire az a keresztény hagyományokhoz, ami mondjuk a II. Világháború után jellemezte, mondjuk akár Németországot, ugye akár gondoltuk a keresztény demokráciának ugye a kiteljesedésére. Tehát... Van egy ilyen fajta, mondhatjuk azt, hogy visszatekintés, de ez nem visszatekintés igazából, hanem jövőbe tekintés, mert egy új megfogalmazásban, egy új köntösben akarják ezt a kereszténységet és a keresztény demokráciát is megélni ezek az emberek. Az európai, nyugat-európai ember azt érzékeli, hogy terjeszkedik az iszlám? A benyomások, tehát ugye van kétfajta, ugye van, amikor nagyon egyszerű közmények kutatás készül, amikor ugye csak az adatokat nézzük, és vannak ugye a mély interjús kutatások. Sokkal inkább a mély interjús kutatások azok, amelyek árulkodnak ezekről a vélekedésekről. És ugye az látszik, hogy ezekben a városokban, ahol ugye a megszokott közegükben, ahol mondjuk azt évtizedek óta élnek, tegyük azt német polgárok, és azt látják, hogy fogyják körülöttük a német lakosság, és megjelenik ugye ez a számukra ismeretlen kultúra, és olyan jellegű elvárásokkal érkezik meg, hogy akkor le kell venni a keresztet, akkor nem nézi jó szemmel, hogy mondjuk a hentesnél disznóhús lehet venni, hanem megpróbálja elérni, hogy ne lehessen disznóhús vásárolni, és ugye ehhez hasonló, akkor egyértelműen terjeszkedésként éli meg, azt érzi, hogy ő defenzívába szorul, és hogy valakik, akik ugye igazából különböző módokon, de megérkeznek ebbe az országba, és nyilván ugye ők nekik kellene, a bevándorlóknak kellene magukat a többségi társadalomhoz adni, egy offenzív csapatként lépnek fel. Természetesen ez nem igaz minden esetben, és ez nem szabad általánosítani, nagyon oda kell figyelnünk, de nagyon sok helyzet, nagyon sok szituációban, Németországban, Ausztriában ezt érzékelik, és egyébként olyan szinten érzékelik már, hogy már a kormányzati dokumentumok is foglalkoznak ezzel a problémával. Eddig ugye hosszú évtizedeken keresztül ment az eltagadás és a multikulturalizmusnak a reklámozása.
belátták azt, hogy ez egész ezen nem működik, ezt nem lehet így ezt a problémát elfedni azzal, hogy itt multikulturalizmus van, és akkor minden rendben van, hanem beszélni kell a probléma, és megoldást kell találni. Ezzel egyébként teljes mértékben egyetértek, amit István elmondott. Valóban egyébként Európa, szerintem is Európa identitásának az újrafogalmazódása zajlik, amihez tudjuk, hogy kell legalább alapvetően meghatározni azt, hogy kik nem vagyunk. Tehát nem vagyunk muszlimok, mint ahogy annak idején az egymással hadakozó különböző frank uralkodók rájöttek, hogy ők egymáshoz közel állnak, mivel volt egy láthatóan idegen entitás, aki megérkezett hódítóként. Belső dinamikájában viszont azt kell látni, hogy az valóban vannak ilyen hangok a muszlim közösségen belül, viszont ezek a hangok nem jelentősek. Tehát ha megnézzük például azt, hogy a dán karikatúra botrány, ami után dán zászlókat égettek az egész világon, miért robbant ki, akkor azt látjuk, hogy volt egy ambiciózus libanoni szunnita úriember, aki annak idején a dán állam kimentett a polgárháborúként gyerekként, és egy mintagyerek volt, majd ő a közösségen belül, vallási közösségen belül úgy gondolta, hogy megfosztja a pozíciójától a 60 év felett járó régi imámot. Ezért ő egy média szereplővé akarta kinőni magát. Hogyha a muszlimokat általánosságban megkérdezzük például, mi a véleményük Jézus Krisztusról, akkor biztos vagyok benne, hogy egy teljes mértékben pozitív kép lesz, hiszen az iszlám nyilván nem Isten fiának, hanem profétának tartja. Ez egy értelmezés, viszont abban is biztos vagyok, hogy az Európában jelenlévő muszlimoknak a többsége, erről konkrét kutatás nem készült, tehát itt igazából szintén csak magam által készült interjúkra, meg más kutatóknak a le nem írt tapasztalataira tudok hagyatkozni, nem érdekli őket, hogy van-e kereszt valahol, mert a saját országaikban is gyakran vannak keresztek a helyi keresztény közönségnek. Általánosságban kérdezek, és majd te pontosítasz, de amit István említett, hogy felsőbbrendűnek érzi magát az iszlám? Felsőbbrendű az iszlám? Az iszlám akkor érzi magát felsőbbrendűnek, pontosabban akkor érzik egyes muszlimok magukat felsőbbrendűnek, amikor nincs más okuk arra, vagy nincs más alapjuk arról, hogy felsőbbrendűnek legyenek. Tehát magyarul többségbe kerültek, nem, most ezt mondom. Nem, azt mondom, hogy mint ahogy van rengeteg olyan ember, európai fehér ember, aki 50 évesen is arra tud büszke lenni, hogy fehérnek született, magyarnak született, mert más egyéb dolgot nem tud felmutatni. Egy identitás köré építi fel az életét, az önképét, így ez az iszlámon belül is megjelenik. Ez egy alapvető tulajdonság. Általánosságban az iszlám, mint mondtam, egy gumikategória. Nyilván ott van benne az, hogy Mohamed a proféták pecsétje, és minden népnek elküldetett egy proféta, és az iszlám minden régi hibát kijavított. Ez egy önlegitimáló tényező, amiről viszont azt látjuk, hogy a politikai egyéb realitások függvényében nem törekszik exkluzivitásra. De Mohamed és a Korán az minden muszlimnak létezik, nem? Létezik, viszont egy elképzelt Mohamed, ami, mint korábban mondtam, az adott közösség értelmezéséhez, kulturális értelmezéséhez adaptálnak, és egy Korán értelmezés. Tudni kell, hogy a Korán az klasszikus arab nyelven íródott. Ha a modern arab nyelven keresztül próbáljuk meg elolvasni, az már egy értelmezése. És de teljesen akkor, más. Ha le van írva, hogy, az értelmezések. Ha le van írva a Koránban, hogy balra mentem, akkor azt van, aki úgy értelmezi, hogy az jobbra mentem? Tehát azt nem úgy értelmezik, hogy balra mentem? Ha a Koránban le van írva, hogy balra mentem, akkor azt úgy értelmezik, hogy balra mentem, de mikor mentem balra, milyen kontextusban, mi volt az, amikor ez használható, hogy balra mentem. Tehát itt a körülményeknek a vizsgálata, erre külön vallástudományok vannak minden, és az ellenkezője is belemagyarázható szükségtől. Jól tudom, akkor a Koránnak vannak olyan magyarázat, ami klasszikus magyarázatnak minősített, amiben nincs vita a különböző irányzatok és elképzelések között, hanem vannak olyan alapvetések, amiben megegyeznek. Vannak bizonyos alapvetések, tehát nyilván bizonyos kötelességek, mint az ima, de például az már nem, a körül nem, hogy mikor lehet kihagyni az imát, vagy nem imádkozni, az adakozás, de hogy akkor milyen körülmények közt ott már megint értelmezések vannak. Meg nyilván vannak alapvetések, hogy a muszlim, nem tudom a hitvallást pontosan fejből, de hogy hisz Istenben, meg a profétáiban, meg az angyalaiban, meg a könyveiben, többes számban. Tehát vannak ilyen alapvetések, de az értelmezések azok nagyon lokálisak és nagyon különbözőek tudnak lenni. Ugye ez az értelmezési kérdés, ami nem tudjuk kerülgetni magát a témát, a dzsihádnak az értelmezése, ami abszolút. Ugye abszolút az ideológiai kérdés is ugye ebből a szemben, hogyha európai szemben akarjuk ezt megérteni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, mindenképpen érdemes fölcsapni az Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World című dokumentumot, egyébként amit oxfordi standardek alapján írtak, 70-80%-ban iszlám, hát muszlim tudósok, és ők mondták azt egyébként, hogy a
után néztem ennek a kérdésnek, hogy ugye a Korán a dzsiháddal kapcsolatban ugyan ellentmondásos megállapításokat fogalmaz meg, de a Koránra ugye az általánosságban jellemző, mindamellett arra is felidekelít a figyelmet ebben a szócikben, hogy a klasszikus Korán magyarázat a hitetlenek ellen folytatandó feltétlen harc irányába vitte tovább a Koránnak az értelmezését. Tehát akkor most igen, akkor tehát hogy ez a klasszikus dzsihádot hogyan értelmezi az átlag európai ember, hogy az egy az iszlámnak a harca az iszlám elterjesztéséért. Most a kereszténység ellen, a zsidóság ellen, és ugye minden és mondjuk fegyveres harca, azt is mondhatjuk akár, vagy erőszakos harca, vagy inkább így fogalmazom. Európai értelemben mindenképpen fegyveres harc. Persze nem szabad elfelejteni, hogy van erre is nyilvánvalóan magyarázat, hogy van a toll dzsihád, azt hiszem talán így nevezik, amikor ugye beszéddel, illetve ugye szövegek, amikor írnak, azzal harcolnak, és próbálják meg az ideológiájukat terjeszteni. Van a gazdasági dzsihád, amikor gazdaságilag próbálják meg, de ezek már ugye magyarázati leágazások a dzsihádból következően. Ha én azt mondom, hogy a dzsihád az, ha azt mondom, hogy a dzsihád az, hogy harc mindenki ellen, aki nem muszlim, akkor ez így mennyiben igaz? Nem, ebben a formában nem igaz. A dzsihád egyébként igen, tehát ez valóban így van, amit most elmondtál. Az viszont, amit a jó vallás tud, mikor beszélhetnek dzsihádról, és itt jön be a való életnek az értelmezések, hogy mi az a történelmi kontextus, amikor ez jogos. Akkor mondjuk, amikor egy falut lerohannak mások, és akkor ők dzsihádot folytatnak, vagy abban az esetben, amikor ők terjeszkedni akarnak, ez már értelmezés kérdése egyrészt. Másrészt pedig... Bocsánat, ez kettő különböző. Az egyik a tudomásra szerint a terjeszkedő, a másik pedig a védekező dzsihád. Az alkalmazásnak a módja az, ami vallásjogi kérdést vet fel, és amit alkalmaznak. A másik, ami nagyon fontos, amit mondtál, a hitetlenek. Tudjuk, hogy a hitetlen megfogalmazása az minden esetben rációkat követ, és vallásjogilag egy gumikategóriaként kiterjeszthető. Tehát alapvetően az iszlám, nyilván amit most elmondtál, ez egy, hogy a zsidó keresztények ellen, ez egy iszlám állam, és egy radikális értelmezés, ez általában azért, ha látjuk a Közel-Kelet országait, ez nem így működik a hétköznapokban, de akkor egyes értelmezések szerint, oké, ez a legradikálisabb, amit mondtál, aki nem muszlim, az hitetlen. Másik értelmezés, picit megengedőbb, aki nem olyan muszlim, mint, vagy szigorúbb, aki nem olyan muszlim, mint én, az hitetlen, de egy megengedőbb értelmezések szerint, aki zsidó vagy keresztény, az a könyv népéhez tartozik, tehát ő nem hitetlen, és még megengedőbb értelmezés szerint, vallásjogilag tökéletesen levezetve, vannak olyan vallástudók, akik a hindukat és buddhistákat is hívőknek tartják, mert ez a realitás az adott kontextusban. Tehát itt nincs e körül egyesség. Tehát a dzsihádot nagyon ritkán használják fel fizikai harcnak a legitimálására, amikor viszont felhasználják, akkor mindig újra értelmezik szinte teljes mértékben, vagy valami olyan régi analógiához nyúlnak vissza, ami sokáig porosodott a polcokon, de akkor éppen jól jön. Akkor most, ha jól értem, akkor tulajdonképpen, amit most fölvázoltál, picit így árnyaltad ezeket a kategóriákat, hogy a radikális iszlám egyrészt, másrészt pedig a, hát nem is tudom, hogy nevezzük, ez a szelíd, vagy nem, hogy... Én azt mondanám, hogy az irracionális és a racionális iszlám. Tehát itt, mint ahogy minden vallásban van ilyen. Tehát van az a vallás, ami az emberekben gondolkozik, mert be van ágyazva egy társadalomba, és az mindent úgy alakít, hogy jó legyen, és a hétköznapi érdekeket kielégítse, és van az posztapokaliptikus ideákban hívő emberekhez, csoportokhoz nem kötődő, csak éppen csoportokhoz nem tartozó embereket összegyűlteni próbáló ideológiák, amik valami víziót felvázolnak. És nyilván mindegyik egy legitim magyarázat, csak azt kell látni, hogy mivel az emberek társadalomban élnek, és dolgozni járnak, és esznek, meg családot akarnak alapítani, ezért nem az ideológia vezeti az embert, hanem az ember alakítja magához az ideológiát, az iszlám esetében is. Nyugat-Európában is, ugye, ahol napi szinten találkoznak ezzel a problémával, pont az a legnagyobb kihívás, hogy ugye egy tömbként találkoznak ezzel, és nem tudják szétválogatni, hogy melyik, hogy mikor látják az iszlámnak az igazi arcát. Tehát amikor békésen mennek a családok a mecsetbe, vagy akkor, amikor valaki késragad, és aki szembe jön, azt megöli, kamionnal hajtanak a tömegbe, és egyebek.
A hétköznapi ember nyilván nem látja, a hatóságok, meg akik kutatják a témát, vagy foglalkoznak a témával akcióterv szinten, tehát politikai akciótervek szintjén, azok nagyon is látják. De ezek az emberek az iszlámra hivatkoznak, mármint akik ezeket elkövetik. Persze, hogy arra hivatkoznak. Tehát ez egyértelmű, és nyilván az ő értelme, mivel nem beszélhetünk egy kanonizált értelmezésről, az ő értelmezésük is egy értelmezés, mint hogy a fundamentalista keresztény gyülekezeteknek az értelmezése is egy értelmezés, és az embereit kannibalizmusra biztató közép-afrikai hadúrnak az keresztény értelmezése is egy értelmezés. Az egy dolog, hogy nyilván ezzel nem azonosul a többség. De akkor ez is a hódítás része, mert az is sokszor elhangzik, hogy az iszlám hódító vallás, olvasom én ezt felületesen, vagy aki nem vagyok mélyen benne, nem lehet, hogy ez is a hódítás része, hogy megfélemlítem azokat az embereket, akik ott vannak. Az az igazság, hódító vallás az iszlám? Az iszlám az egy térítő vallás, pont úgy, mint a kereszténység, és nem úgy, mint a judaizmus, meg egyéb vallások, amikor a leszármazás az számít. De mivel nincs olyan, hogy az iszlám. Tehát itt azt látjuk, hogy sok rétege van a muszlimok identitásának, és a saját közösség, maximum a saját közösségeiket mobilizálják. Tehát a török kormány, amikor mecseteket tart fenn Németországban, Ausztriában, ami jelen most erről többet tudsz esetleg nálam mesélni, fel is lépnek ezek ellen a német vagy osztrák hatóságok, ők csak a török közösségben gondolkodnak, nem gondolkodnak az afrikaiakban, az arabokban, az afgánokban, és ez ugyanúgy elmondható mindenkiről, mert sok rétege van az identitásnak. Annyiban a szabad, én azt a véleményt osztanám, hogy azért a hódító kifejezés nem egy rossz kifejezés, már csak itt az enciklopédiának a leírása alapján, ugyanis ott, ahogy mondtam, muszlim hátterű szerzők írják azt, hogy az iszlám cél az egész világ vallási uralma alá térítése, amiben a fegyveres harc nem csak megengedett, hanem szükségszerű, hogy ez van a dzsihádnak a szócikke alatt beírva ebbe az enciklopédia. Tehát ebből bizonyos szinten végeredményben következik a hódítás, és ugye, aminek ugye két válfaja van, egyik az új területeknek az elfoglalása, a másik pedig ugye azok a területek, amik már iszlám területeknek számítottak, azoknak a visszafoglalása, hogy esetleg azok időközben más területté váltak, és hát ugye ebben Európában azért látunk különbséget, mert mondjuk Németország, Franciaország nem számított, vagy Franciaország egy része nem számított, Franciaország már lehet árnyalni iszlám területén, nem szabad Martel Károlynak a tevékenységét és az érdemeit elfelejtenünk, hogy ő volt az, aki ugye kiverte őket. Tehát kérdezem, hogy ezt a logikát követve ki áll mögötte az iszlám hódítás mögött? Tehát ki az, aki ezt mozgatja, szervezi? Visszatértünk megint ahhoz, hogy ez egy ideológia, és ugye pont ez következik abból, hogy nem csak, hogy megengedhetem szükségszerű, hogy írták ebben, tehát hogy mindenkinek, a dzsihádnak a két részéről beszélünk, válasszuk itt. Ugye van a támadó és a védekező. A védekező, ez amit és próbáltam éppen megmagyarázni, Franciaország és azok a területek, amik korábban iszlám terület alá tartoznak. Azt visszaszerezni kötelességük az iszlám hívőknek. Melyik csoportjának? Tehát most erre tudok mondani. Nem az imám áll mögötte? Az imám, akit mindig mondjuk Ausztriába is most kiutasítottak? Igen, nyilván az imám az egy lokális vezető, aki lokális dolgokban gondolkodik. De ő meg az iszlámból, vagy hogy mondjam, tehát ő érti az iszlámot. De nem, mert egy török nyilván nem fog például nosztalgiázni Andalúziára. Tehát nem, tehát nyilván de most kapásból rengeteget fel lehet sorolni, aki nem osztja ezt a vélekedést. Nyilván ez is egy értelmezés, amit mondtál, és létezik, nem szabad eltagadni, és ez komoly veszélyes forrás Európa számára. Európában. De ki? Egyetlen probléma egyébként ezekkel az értelmezési vitákkal, hogy nincs eléggé szétválasz, hogy azt mondják, hogy az iszlám béke vallás és békés iszlám, meg van a radikális iszlám. És nagyon jó megközelítés hallottam, hogy inkább egy hármas felosztás az, ami sokkal célszerűbb lenne Európában, és egyébként ez gyakorlatilag választ is igényelne az iszlám közösségek, muszlim közösségek részéről méghozzá. Azért, mert ugye az, hogy jó lenne tisztán látni, hogy hogyan állnak az egyes közösségek azokhoz a erőszakos cselekményekhez, támadásokhoz, amik mondjuk történnek Európában. Mert ugye, ha az történik, hogy ugye nagyon sokszor megtörténik egy cselekmény, akkor vagy azt láttuk, hogy hallgatnak bizonyos közösségek, vagy van, akik elítélik magát a cselekményt. De nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ahogy mondtuk, hogy ahogy mondtam, hogy igazából egy hármas oszthatóság, az talán célszerűbb lenne ezt használni, méghozzá a passzív iszlámnak a bevezetését, és a passzív muzulmán hívőknek, akik látnak egy ilyen cselekményt, és nem foglalkoznak különösebben vele. Elvárhatjuk tőlük, hogy... El kellene várni, ugyanis hogyha ők kiállnak az imámukkal együtt, és azt mondják, hogy aki ezt elkövet, és akik ezeket a cselekményeket elkövetik,
azok nem a testvéreim a hitben, nem a hit testvéreim, akkor nagyon jelentős mértékben árnyalódna ez a kép. Sokan nem teszik ezt meg. Mondjuk arra mondod, amikor az iszlám nevében végez, csinál valaki. Így van, hogy... akkor kellene azonnal kiállnia egy imámnak és az iszlám közösség minden tagjának, és azt mondani, hogy ők nem a testvéreim. És nem csak azt mondani, hogy az eset sajnálatos, hanem elhatárolni tőle, hogy ők nem tekinthetőek iszlám vallású személyeknek. Példa van, tehát javaslom a www.muslimscondemned.com-ot, ahol több tízezer hasonló, részben hasonló elhatárolódás van. Itt arról van szó, hogyha a muszlim identitás az identitásnak egy része. Mint ahogy az én szűkebb közösségem, tehát a debreceni református egyház közösség nem határolódott el Breiviktől, noha ő egy keresztény protestáns fundamentalista volt. De mégsem nevezett testvérednek. Nem, persze, hogy nem. Mint ahogy ők sem nevezik általában testvérüknek. Arról van szó, hogyha van egy ilyen történet, akkor általában, amit mondtál, egyébként helytálló ez a dolog, passzivitás áll elő, tehát úgy állnak az emberek, hogy te például egy kikövette el egy marokkói, akkor, de hát én nem vagyok marokkói, nincs hozzá közöm. Ja, hogy én is marokkói vagyok. Ja, hogy ő abból az részéből jött az országnak, hát ahhoz nekem semmi közöm. Ja, hogy egy városból jöttünk, ó, de hát az ő családját soha nem szerette senki, semmi közöm hozzá. És így gyakorlatilag nem lesz felelőse a dolognak, a szülei meg persze nem az elkövetőnek nem nyilatkoznak, vagy éppen mert számukra ez egy családi szégyen. Itt most lejárta a műsoridőnk, de folytatjuk, és az igazság az, hogy tök igazságtalan, mert ez a 25 perc, ez mindig olyan gyorsan eltelik, amikor erről a témáról beszélünk, és én megmondom őszintén, vállalom, de én mintha sose lennék okosabb. Tehát, hogy mindig beszélünk, és igazából tényleg tök jó válaszaid vannak, és tényleg érthetőek. Folytassuk ugyanezt a témát a következő adásban az iszlamizációval, mert ugye felszokott merülni, hogy ahol megjelenik az iszlám, ott, hát végülis arról beszélünk most is, ott egyfajta iszlamizáció bizonyos éven belül, mondjuk adott esetben bekövetkezik. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.